Kedves nézőink, folytatjuk Mi Történetünk című magazinműsorunkat. A Bródy Sándor Könyvtár gyermekkönyvtára a növekvő energiaárak miatt idén 2022. december 19-től a központi könyvtárban várja olvasóit. Ehhez kapcsolódóan közösségi költözést hirdettek, az első alkalom december 12-én le is zajlott. Magáról a költözésről, illetve a programokról fogunk beszélgetni a folytatásban Kelemenni Csuhay Zsuzsannával, a könyvtár szolgáltatási igazgató helyettesével. Köszöntjük a stúdióban, szervusz! És köszöntöm a kedves nézőket, szervusztok! Tulajdonképpen hogyan zajlott ez a költözés, és kiket tudtatok bevonni? Mert ha jól tudom, egy olvasói lánc is alakult ott a könyvtárban. Így van, én először is szeretnék köszönetet mondani a bevezető mondatért, mert hogy egy félreértést eloszlatnék, ugyanis napi szinten kapjuk a híreket, valaki felkapta egy mondatát egy cikknek, és azóta folyamatosan hívnak, hogy bezár a gyerekkönyvtár. Nem zár be a gyermekkönyvtár, nem is szeretnénk, tehát ez igencsak nagy érvágás lenne nekünk, viszont a Forrás Szabad Idő Központ, ahogy el is hangzott, erre kényszerült. Ugye a Kulturális Művészeti Központ leköltözik a Bartakovicsba, a gyermekkönyvtárat meg természetesen mi fogadtuk be, és hogy az már szerintem mindenki megszokhatta tőlünk, hiszen nem egy költözésen vagyunk már túl. Amikor a helyőrségi művelődési otthonba át kellett költözni a palota felújítás miatt, hogy akkor is szerettünk volna egy olyan könyvtári teret létrehozni, amely annak ellenére, hogy megváltozik, hogy sokkal zsúfoltabb lesz idézőjelben, ezt majd azért meg akarjuk cáfolni egy picit, hogy a gyerekkönyvtárnak is méltó helyet találjunk, és ezért kényszerültünk arra, hogy ezt a költözést jól megszervezzük. Két fronton indult a munka, december 1-től már folyamatosan, az egyik a gyermekkönyvtárban zajlott, és hozzáteszem, hogy úgy, hogy egyetlen egy programot sem mondtunk le. Tehát miközben az egyik csoport a dokumentumokat válogatta, tette dobozba, a közben a másik csoport tartotta a foglalkozásokat. Ez jellemző volt a központi könyvtárban is a költözködésre. Ott is készítettük elő a terepet, hiszen elsősorban a szakirodalmat érintette ez a költözés, egy teljes szakirodalmi termet ürítettünk ki a gyerekkönyvtár számára, megmaradt a gyermekkuckó, és közös fogadóterünk lesz. Igen, nem, de hogy a rengeteg könyvet, hogy költöztessük, egy részüket ugye előkészítve a raktárba is kitettük, úgy gondoltuk, hogy az utolsó nagy lépés az az lehetne, hogy megint az olvasókhoz fordulunk, mert többször segítettek nekünk, így volt ez a Hemóba költözés idején, és igen, meghallották a szavunkat, és 12-én délután jöttek a segítségünkre. Voltak köztük nyugdíjasok, voltak köztük olyan olvasók, akik rendszeresen járnak és szívesen részt vettek az akcióba, sőt a Kossuth Gimnázium kollégistái is bekapcsolódtak ebbe az akcióba, és a földszintől egészen hátra a képeken lehet is látni, a digiteremig tartott egy hosszú lánc, és a láncban adogattuk sorra a könyveket, és bizony nagyon hatékony volt a munka, mert majdnem a teljes termet ki tudtuk nagyjából 2 óra alatt költöztetni. A tervünk az utolsó lépésre, a jövő hétfőn kerül sor, már ugye össze van szedve a gyermekkönyvtárnak az állomány része, amit lehoznak hozzánk, és hétfőn délelőtt jönnek le hozzánk, és szerdán pedig a szokásos ciróka végén lesz, amikor az utolsó könyveket is a helyükre rakjuk, úgyhogy akkor is szívesen várjuk, elsősorban akkor már a gyermekkönyvtárnak a olvasóit, látogatóit, anyukákat, babákat és gyermekkönyvtári olvasókat, hogy megtartsák a központi könyvtárban a honfoglalójukat. Lehet egyébként közösségformáló egy-egy ilyen költözés? Természetesen. Magam is részt vettem a nagy könyves költözés. Hát egyrészt ugye reklámértéke is van, másrészt pedig, hogy úgy összekovácsolja a közösséget, és hogy például az is olyan jó érzés volt, olyan másfél óra után a kollégistáknak el kellett menni a programját, és akkor mondták a többiek, hogy hát ők még maradnak, és hogy akkor átalakítottuk gyorsan, és úgy volt, hogy a lépcsőig fölvittük a könyveket, onnan pedig toltuk hátrafelé, tehát hogy annyira kedvet kap, és hogy ezt érezzük, hogy amikor így hívjuk valamire az olvasóinkat, akkor nagyon szívesen jönnek, akár így módon is segíteni.
Hány könyvet sikerült megmozdítani? Hát nagyjából annyi a gyerekkönyvtári állományunk, ami nagyjából olyan 100 folyóméter. Tehát, hogy azért elég jelentős ez a mennyiség, tehát ennek kellett helyet találni, de ezen felül, hogy a mi állományunkat is el tudjuk helyezni, a CD-ink egy részét raktárban helyeztük át, hát mindenki tudja, hogy most már az internetes zene letöltés az sokkal népszerűbb, otthonról elérhető, illetve a DVD-inknek is azt a részét hagytuk be, amelyet többször kölcsönöznek. A filmekkel is hasonló a helyzet, hogy mindenki már az interneten könnyebben megtalálja a különböző csatornákon a filmjeit, és hogy ezeket a tereket ennek megfelelően átalakítottuk, bepolcoztuk, és hogy ott kapott helyet a szakirodalmi részlegünk. Az elmúlt hetekben számos programot kínált a Bródy Sándor könyvtár. Na de milyen programokat, és hogy sikerültek ezek a délutánok, estek? A szokásainkhoz híven az egyik legnépszerűbb sorozatunk fejeződött be december elején, a Sorsfordulók. A Sorsfordulók sorozatunk minden évben 4-5 előadást szokott tartani az egyetem előadóival. Nagyon népszerű ez a sorozat, és egyébként a Pláza könyvtárban is tartottunk, éppen a szerdai napon volt egy ilyen kortárs író találkozó Szarka Károly íróval és Németh Róberttel és az Y-generáció problémáiról, ami érdekesképpen tényleg nagyon ritkán jön elő, beszélgettünk. Nagyon érdekes volt, ráadásul Németh Róbert zenész is, tehát, hogy ilyen nagyon sokoldalú beszélgetés jött ott létre. Ezzel a célunk az, hogy egy kicsit a Pláza könyvtári programjainknak is utat engedjünk. December 7-én ünnepeltük a 10. születésnapját a Pláza könyvtárnak, és két nagyon sikeres adventi koncertünk is volt. Az egyik, ahogy már megszokhatták, a Farkas Ferenc Zeneiskola és az Eszterházy Károly Egyetem zeneművész tanáraival, Belkovics Zoltánnal és Bajzát Lillával, az ő vezetésükkel és tanítványaikkal. Ott is bizony december első hétvégén nagyon sokan jelen voltak. A másik pedig nemrég a Lisztóczky unokatestvérek koncertje. 6 képzett zenész fergeteges adventi koncertet adott, nem győztük behordani a székeket a nagy böngésző termünkbe. Úgyhogy változatosak, tovább mennek az ifjúsági programjaink, a sztori programunk, illetve nagykönyves játékunk, ugye a nagykönyves beavatásnak a folytatása tovább zajlik, és most már a könyvválasztók és a különböző feladatokon túl egy-egy programot is sikerül már beiktatni a rendben. Ez teljesen tavaszig fog húzódni, és a tavasszal havi szinten kapnak új feladatokat az olvasók, a fiatalok, kreatív feladatokat, és hogy utána pedig eredményhirdetés lesz. És még egy dolog, hát a karácsony mindenki akciókat hirdet, a könyvtár sem mehet el anélkül a karácsonyi ünnepség mellett, hogy ne adjunk különböző kedvezményeket, lehetőségeket. Jövő héten, egész héten 3 nagy akciót hirdetünk. Elővettük az Ajándékozzon könyvtárat akciónkat, de kis elemekkel bővítettük. Eddig megszokott volt, hogy féláról lehetett beiratkozni. Most azonban az idén ünnepeltük, ugye októberben az Országos Könyvtári Napokon a megyei könyvtárak 70. születésnapját, úgyhogy már akkor lehetett 70%-on beiratkozni. Olyan nagy volt a siker, hogy most megismételjük ezt az akciót 70%-os kedvezménnyel, annál is inkább, mert december 30-án ünnepli a Bródy Sándor a nyitásnak a 70. évfordulóját. A másik ilyen akciónk a Bródy Játéktáras akciónk, aki jár a könyvtárba, tudja, hogy beiratkozott olvasóként társas játékot is kölcsönözhet. Egy évre nagyon minimális a díj, de most másfél évre terjesztjük ki a jövő hét folyamán ezt a lehetőséget, és a VHS digitalizálás, amely egy új szolgáltatásunk, itt is a beiratkozott olvasók, most ugye 70%-kal lehet beiratkozni, még 20% kedvezményt adnak a digitalizált kazetták és CD-k segítségével, ezeket a felhőbe, illetve más adathordozókra tudjuk lementeni, és úgy gondolom nagyon kellemes családi élményeket, ajándékot lehet ezáltal átnyújtani a szeretteinknek, ismerőseinknek. Köszönjük szépen!
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt tartalmas beszámolót, és áldott ünnepeket kívánunk a dolgozóinak is.